És akkor ott álltak a régészek a sírkamra bejárata előtt, íme, amire annyira vágytak. Nagy nehezen félretolták a bejáratot fedő súlyos kőlapot, amikor beléptek a terembe, a hátuk mögött bezáródott az ajtó, és a mennyezet lassan süllyedni kezdett. És soha senki nem látta őket többé élve. Lassan leereszkedő mennyezet. Aj, drága Tomikám, ennél ijesztőbbet kell kitalálnod, ha engem akarsz megrémiszteni. Igen, akkor nagyon élvezni fogod a mai utazást, mert ma útra kelünk, hogy megkeressük a hatalmas és fenséges Tutanhamon fáraó, az egyik leghíresebb és leggazdagabb egyiptomi uralkodó sírját. Már ha nem tévedek. Te tényleg mocskos cserepek között akarsz turkálni valamilyen dohos pincében? Na, szép dolog. Ki tudja? Lehet, hogy még egy múmiát is találunk. Micsoda? Egy igazi múmiát? Bizony, egy múmiát. Egyiptom a piramisok földje. Ezek a hatalmas kőgúlák évezredekkel ezelőtt épültek a Nílus mentén fekvő afrikai országban. Az egyiptomi uralkodók építették ezeket, hogy haláluk után ide temessék el őket. A lenyűgöző méretű piramisok a fáraók halhatatlanságát jelképezték. De nem csak a piramisok őrizték az egyiptomi fáraók hatalmának emlékét. A fáraók földi maradványait is meg akarták őrizni az örökké valóságnak. Éppen ezért az egyiptomiak konzerválták az elhunyt uralkodók testét. Így jöttek létre a múmiák. Igen sok múmia maradt meg épségben mind a mai napig. A múzeumokban meg is nézhetjük őket. A múmiák sok mindent elárulnak arról, hogyan is éltek az emberek évezredekkel ezelőtt. A kutatók a világ különböző helyein találtak mumifikálódott holttesteket, például a dél-amerikai hegyekben, vagy az európai lápok mélyén. A leghíresebb múmiák azonban az ókori Egyiptomból származnak. Az egyiptomiak már annak idején rájöttek arra, hogyan védhetik meg a holtak földi maradványait az idő múlásával szemben. Az elhunyt uralkodóik testét pompás kincsekkel és arannyal teli sírkamrákban helyezték örök nyugalomra. A mesés kincsek miatt a régészeken kívül egyiptomi, sőt, külföldi kalandorok és sírrablók is nekiindultak, hogy a sírokat felkutassák. Múmia sírokat kerestek, és benne a tömérdek aranyat. A megtalált fáraó sírokat kifosztották és romba döntötték. Egyet kivéve, Tutanhamon fáraó sírját. Hosszú időn át senki sem tudta, hol rejtőzik a sír. Egyetlen régész sem volt képes a nyomára bukkanni. A 20. század elején egy ifjú angol elhatározta, hogy igenis megtalálja Tutanhamon fáraót. Howard Carternek hívták. Carter festőként dolgozott Egyiptomban. A leghíresebb régészeket elkísérhette az ásatásokhoz. A talált leletekről rajzot készített. A régészektől olyan sok mindent tanult, hogy nem sokára már maga is szakértőnek számított. Ne félj annyira, Témi, ez a fickó itt már 4000 éve halott. Nem fog megharapni? Nem tudom, hogy hihetek-e neked. Legalább egy pillantást vess rá. Ha jobban belegondolok, akkor ő kell, mire ráférne egy arcmasszázs. Az arcán ezek nem is ráncok, hanem barázdák. Jaj, ksi, Timi, az ég szerelmére, ne mondj ilyesmit. Tudod, Timi, annyi mindent lehet ám a múmiákról hallani. Aki megsérti a nagy fáraót, arra lesújt a múmia átka. Ami azt illeti, a korához képest remekül tartja magát. Jó bőrben van, és a ruhája is nagyon tuti. Egyiptom, 1914. Howard Carter szilárdan hisz abban, hogy meg fogja találni Tutanhamon sírját. A királyok völgyében kezd el kutatni. A kutatók csak keveset tudnak Tutanhamon életéről. Gyerekfejjel került a trónra. Alig volt 9 éves, amikor fáraó lett belőle. Ellentétben a többi uralkodóval ő nem háborúzott, és nem állított lenyűgöző emlékművet saját magának. Nem számított igazán nagy fáraónak. Uralma időszámításunk előtt 1323-ban ért véget. Fiatalon halt meg, és, mint a többi egyiptomi uralkodót, őt is bebarzsamozták és eltemették. A magyar múmia szó az arab múmia szóból származik.
Az ókorban azt a fekete szurkot hívták így, amit annak idején gyógyításhoz használtak. Az Egyiptomban feltárt holttestek mind feketék voltak, mint a szurok, a mumifikálás során használt olajok és kenőcsök miatt. Ezért nevezték múmiáknak a bebalzsamozott holttesteket. Ha egy ember meghal és utána eltemetik, akkor a föld alatt a teste lassacskán megsemmisül, vagyis elporlad. A múmiák esetében más a helyzet. A múmia ugyanis olyan holttest, amelyik nem porlad el. Az elhunyt testén a bebalzsamozás miatt a természetes bomlási folyamatok el sem kezdődhetnek. Az ókori egyiptomiak és más népek is már évezredekkel ezelőtt ismerték annak a titkát, hogyan lehet mesterségesen konzerválni halottaik testét. Ehhez titokzatos kenőcsöket és olajokat használtak. Vannak olyan holttestek, amelyek teljesen természetes módon vészelték át az évszázadok múlását, mint például ezek a lápi holttestek. Ezek olyan mumifikálódott holttestek, amelyeket lápos vidékeken találtak meg. A lábban lévő savak és más anyagok megakadályozzák a test természetes felbomlását. A természetes múmiák haja és bőre is gyakran megmarad. A lábban lévő cserzőanyagok miatt a bőr olyan barna és durva lesz, mint a nadrágszín. Lápi tetemek sok helyütt vannak Európában. Eddig 1500-at találtak, amelynek legalább a fele több ezer éves. Hogyan és miért haltak meg ezek az emberek? Ezt senki sem tudja. A kutatók úgy vélik, hogy legtöbbjük eltévedt az ingoványban, és soha többé nem jutott ki onnan. Egyeseket valószínűleg meggyilkoltak, és a holttesteket a gyilkosaik dobták a mocsárba. A kutatók a jeges vidékeken is találtak évszázados titokzatos holttesteket. Ezeket a rendkívüli hideg és a nagy szárazság természetes módon mumifikálta. Az egyik leghíresebb jégmúmiát véletlenül találták meg 1991-ben. A dél-tiroli Öztáli Alpokban a kirándulók 3000 méteres magasságban bukkantak a gleccserbe fagyott holttestre. A jégmúmiát a lelőhelye alapján öt színek nevezték el. Az alapos vizsgálatok kiderítették, hogy a férfi körülbelül 5000 évvel ezelőtt élhetett. Valószínűleg vadász vagy pásztor volt. Az egyik útja során váratlanul hóviharba keveredhetett. A hó csapdájába esett, kimerült, nem tudott elmenekülni, és fagyhalált szenvedett a hegyen. Ez a jégmúmia sok mindent elárul elődeink külsejéről és életmódjáról. Akkor tájt az emberek a mainál jóval alacsonyabbak lehettek. Egy felnőtt férfi, mint például Öci, a maga 160 cm-ével alig nőtt nagyobbra, mint egy mai 13 éves. Howard Carter is azt remélte, hogy sikerül jobban megismernie elődeink életét, ha majd megtalálja Tutanhamon fáraó sírját. Azt mondod, hogy ezek a falak rejtik a nagy Tutidémon múmiáját? Bizony, és mi leszünk az elsők, akik megláthatjuk. Őszintén szólva, szívesebben lennék inkább otthon. Jó messze ezektől a tartósított királyoktól. De hát otthon is akadnak ám múmiák, kedves Timi. Gondolj csak arra 265 természetes múmiára, amelyekre vácot bukkantak nemrégiben egy kriptában. És akkor még nem szóltunk a sivatagi múmiákról. Igaz, ők természetes módon váltak múmiává, és nem mások közreműködésével. Meggondoltam magam, inkább itt maradok. Közeledben. Egyiptom, 1922. november. A királyok völgyében éppen felkel a nap. Carteri már hetedik esztendeje keresi a legendás fáraót. Eddig semmit sem talált. Lehet, hogy sohasem fogja megtalálni Tutanhamon sírját. Lehet, hogy nem is létezik az a sír. Mikor fogja Howard Carter feladni a küzdelmet? Még egyszer utoljára szerencsét próbál. Egy új helyszínen kezdi meg az ásatásokat. A munkásokon hirtelen izgalom leszúr rá. Ásás közben kemény kőbe ütköztek. Ez egy lépcsőfok. Carter és csapata egymás után fedi fel a lépcsőfokokat. Egyszer csak egy falhoz érnek.
Carter alaposabban megnézi. A pecsét Tutanhamoné. Lehet, hogy az ajtó mögött valóban a halott fáraó sírja rejtőzik. Az ókori egyiptomiak hite szerint, amikor az ember meghal, a lelke elhagyja a testét. Egy ideig lebeg, majd visszatér a testbe. Test nélkül a lélek örökké csak bolyongana, és pusztulás várna rá. Az elhunyt így véglegesen elenyészne. Az egyiptomiak ezt nem akarták elfogadni. Ismerték a módját, hogyan lehet a testet megőrizni. Halottaikat bebalzsamozták, mumifikálták, és így módon megvédték őket az enyészettől. Az elhunyt így örökké élhetett a más világon. Nos, mivel elolvastam a királyok völgyéről szóló összes szakkönyvet, amit csak írtak, tudom, hogy a neves kutatók szerint a bejáratnak ebben az irányban kell lennie valahol. Néha azért igazán segíthetnél a keresésben, Timmy. Timmy? Az ókori Egyiptomban csupán kevesek engedhették meg maguknak az igen drága bebalzsamozást. Egy holtest mumifikálása több mint 2 hónapon át tartó gondos munkát igényelt. Éppen ezért csak a legrangosabb személyek, a papok, a hivatalnokok és persze az uralkodók múmiái készültek el. A művelet elején eltávolították a holttest valamennyi belső szervét. Ezeket kanópusz edényekbe helyezték és a halott mellé temették. Ezután a holttestet gondosan megmosták pálmaborral, majd nátronsókkal kiszárították. A mumifikálás első lépcsőfoka ezzel lezárult. Következhettek a temetési szertartás előkészületei. A holttestet ismét lemosták, és illatos olajokkal, kenőcsökkel dörzsölték be. Végezetül a balzsamozó mester homokkal, vagy gyolcs kötegekkel kitömte a múmiát. Végül sor kerülhetett a múmia bepójázására is. A számtalan réteghez néha több száz méter vászoncsíkot használtak fel. Egy pap mágikus amuletteket és istenszobrocskákat helyezett a vászon rétegek közé, hogy védelmezzék a múmia sírját. A szertartás közben elmondott imák és varázsigék is ezt a célt szolgálták. Végül a betekert holttestet a szarkofágba helyezték, majd befették. A szarkofágra halotti maszkot tettek. Ezután következhetett a temetés. Egy-egy sírnak nem csak az elemek haragjától, a széltől és az esőtől kellett megóvnia a holttestet, hanem a mohú sírrablóktól is. Ezért nem könnyű megtalálni ezeket a bonyolult folyosórendszerben. Erre Howard Carter is rájött, miközben Tutanhamon fáraó sírját kereste. Barátjával, az expedíció költségeit magára vállaló Lord Carnarvonnal gondosan megvizsgálták a frissen feltárt bejáratot. Egy újabb ajtó állta el az útjukat. Carter óvatosan lyukat ütött bele. Iszonyatosan kíváncsi arra, vajon mi rejtőzik a több ezer éves fal túlsó oldalán. Carter gyertyát gyújt, mire a táncoló fényben egy egyiptomi feliratokkal díszített falu kamra tárul a szem elé. A kamrában halomban áll a sok kincs, különleges állatok, istenségek szobrai, és persze a csillogó arany. Carter alig hisz a szemének, lenyűgözi a lelet szépsége és gazdagsága. A múmia sírját azonban sehol sem látta. Talán van itt még egy másik kamra is? Nyugalom, nyugalom, kedves Timmy. Ahogy bejutottál, úgy ki is fogsz jutni. Nem is léteznek múmiák és kísértetek. Csak elveszítsd a fejedet, csak azt ne.
ugye nem tévedek, és ott tényleg egy rés támadt. Én aztán nem félek, egy kicsikét sem ám, hogy hol jön a múmia, nem foghatni rám. Én aztán nem félek, kicsikét sem ám, hogy hol jön a múmia, nem foghatni rám. A múmiák a többnyire sziklasírokban helyezték nyugalomra. Az ilyen labirintusra emlékeztető folyosókkal, járatokkal és kamrákkal teli sziklasírokat a Nílus nyugati partján alakították ki. Itt bukkantak rá a fáraók titkokkal teli temetőjére. Ez a királyok völgye. A tudósok több mint 80 sírt találtak itt. A sziklasíroknál jóval ismertebbek és ősibbek Egyiptom nevezetességei, a piramisok. Oda csak a fáraókat és családtagjaikat temették. Az első piramisokat 4000 évvel ezelőtt építették. A leghíresebbek a gízai piramisok. A legkisebb is 65 méter magas. A legnagyobb pedig a 146 méteres Keopsz piramis. A fáraók sírjai mélyen a piramisok belsejében rejtőznek. Bonyolult folyosórendszer vezet a sírkamrákhoz. A múmiára a sír örök nyugodalma várt. Élő ember soha többé nem láthatta, és nem zavarhatta meg a nyugalmát. Ezért a sírkamrát hatalmas kőtömbökkel véglegesen lezárták. Az egyiptomiak hite szerint a múmia nem halt meg egészen. A temetési szertartás során a pap mágikus tárgyakkal érintette meg a múmiát. Az egyiptomiak ezt a szertartást a száj megnyitásának nevezték. Ennek köszönhetően a halott jelképesen újraélett. Az ókori egyiptomiak a sírt az örök életházának tekintették, ahol folytatódott az elhunyt élete, mely soha nem ért véget. Ennivalót rajzoltak a sír falára, hogy az elhunytnak mindig legyen elegendő étele és itala. Úgy képzelték, hogy valami csoda folytán a múmia ezekkel táplálkozhatott. A sírba kis szobrokat tettek, és a falakat a hétköznapi életből vett jelenetekkel díszítették. Az egyiptomiak elképzelése szerint a képek és a szobrok csodálatos módon megelevenednek, és szolgálni fogják a múmiát. Ezért a múmiát ellátták mindazokkal a tárgyakkal, amelyekre szüksége lehet a halál utáni élet során. Kapott bútort, ruhát, cipőket, játékokat és drága olajakat. Tutanhamon fáraó mellé is rengeteg ilyen értékes dolgot helyeztek a sírba. Howard Carter megtalálta ezeket a sír mellékleteket, de hol van a múmia és szarkofágja? Hosszas keresés után végre megvan. Tutanhamon szarkofágját egy másik kamrában helyezték el. Oly sok éves kutatás után Carter végre célba ér. Most szembenézhet a halott fáraóval. Miután két koporsó fedelet kinyitott, feltárult a harmadik, egy színarany szarkofág. Minden erejére szükség volt ahhoz, hogy félrecsúsztassa a szarkofág fedelét, hogy szem elé tárulhasson Tutanhamon legendás aranymaszkja. Carter leveszi a maszkot. Elsőként nézhet a 3000 éve halott fáraó szemébe. Szörnyűséges pusztulás vár ránk. Ebben az útvesztőben soha nem fognak megtalálni minket. Bárcsak itt lenne Tomi is velünk. Tomi, megmentettél? Hogy sikerült megtalálnod minket? Semmiség egy ilyen dörzsölt fickónak, amilyen én vagyok. Sas szemmel figyeltem a nyomokat, ügyeltem a részletekre, levontam a következtetéseket, és megtaláltalak. Jaj, drága Tomi. Na jó, bevallom, meghallottam ezt a fülsértő kornyikálást.
De most induljunk. Nagyon vicces, de hogy fogunk innen valaha is kitalálni? Nos, próbáljuk meg ebbe az irányba. Negyven évvel Carter felfedezése után angol kutatók megröngenezték a múmiát. Kiderült, hogy a fáraó nagyjából 19 vagy 20 éves korában halt meg. Ezen felül felfedeztek egy vérömlenyt is a fején, és azt, hogy koponya csontjának egy darabkája letört. Lehet, hogy meggyilkolták az ifjú fáraót? Ebben nem lehetünk biztosak. A fáraó rövid élete és titokzatos halála még sok rejtélyt tartogat a tudósok számára. Napjainkban már nincsen szükség arra, hogy a vizsgálatokhoz a sok ezer éves, rendkívül értékes múmiákat kicsomagolják. Hozzájuk sem kell érni. A múlt kutatóit a legkorszerűbb technológia is segíti. A röntgenkészülék segítségével a tudósok egyszerűen keresztül világíthatnak egy múmiát. Így azt is láthatják, amit eltakarnak az öreg vászontekercsek. Az átvilágítás után a tudósok pontosan tudják a múmiáról, ki is lehetett életében. Nézzük meg ezt a múmiát. A vizsgálat kiderítette, hogy az elhunyt férfi volt, akinek a magassága 1,70 m lehetett, és 60 éves korában halhatott meg. Az állkapcsában jól látszik egy nagy lyuk. Sokat szenvedhetett a fájó foga miatt. A számítógép segítségével még a múmia arcvonásait sem lehetett lerekonstruálni. Valahogy így nézhetett ki ez a múmia a vászonpólya alatt. A múmiák vizsgálata segít megérteni, hogyan is élhettek az emberek régen. Megtudhatjuk például, hogy az ókori egyiptomiak közül sokan portüdő megbetegedésben szenvedtek, és hogy életüket gyakran megkeserítették a tetvek és a férgek. A megtalált sírok és a halotti templomok felbecsülhetetlen értéket jelentenek. A falfestményeken életű jeleneteket láthatunk állatokkal és emberekkel. A kutatók ebből tudják, miként vadásztak és haláztak az ókori egyiptomiak, hogyan művelték meg a földet és milyen ruhát viseltek. A régészek a mai napig keresik az egyiptomi sivatagban a múmiákat. A homok mélyén még sok régmúltból származó lelet rejtőzik, amelyek értékes adatokkal gazdagíthatják ismereteinket a múlt titkairól. A múmiák a múlt csodálatos és lenyűgöző emlékei. Sok ember azért fél tőlük, mert annyira ijesztő a külsejük. Segítségükkel jobban megismerhetjük a régi kultúrákat és népeket. Megmutatják nekünk, hogyan is éltek elődeink. Még sohasem láttam a mi kis hősnőket ennyire berezelni. Mi csoda? Múmia? Mi ütött beléd, nagyon bátor barátom? Nem láttál még arcpakolást? Ettől szép leszek, nem olyan, mint egy ősrégi múmia. A magyar változat munkatársai: Vicián Otto, Kerekes Andrea, Seder Gábor, Földi Tamás. A szinkron a Teslov Babylon kiadó megbízásából az Aktív Kommunikációs Kft. Műtermében készült.